Miután az idei esztendő költségvetése nem enged jelentős mozgásteret a bátaszéki önkormányzatnak, több lakossági felvetésre hasonlóan kellett reagálni a Bozsolik Róbert polgármesternek. Az elmúlt években a külső területek fejlesztésére rendelkezésre álló 5 millió forint ebben az évben hiányzik a büdzséből, így marad a szinten tartás, fogalmazott Lajvédon Bozsolik Róbert. A TOP plusz pályázaton belül néhány útszakasznak a felújítására megpróbálunk forrás szerezni. A Nyíki-Egyi út, illetve a Pince-Sori út újulhatna meg mintegy 100-100 folyométer hozban. Kövesden forróbb hangulatú volt a párbeszéd, hiszen sokkal égető problémákat kell kezelnie a városnak, melynek előidézői elsősorban az ott működő mezőgazdasági vállalkozások. Az itt lakóknak rendszeresen meg kell küzdeniük a sárfeltorlással és a lezúzott patkákkal. A település egyik legnagyobb problémáját a főutcáról lemenő fő vízlevezetőt is rendbe fogjuk tenni itt legkésőbb a nyár végéig, hogy a főgyűjtőn minél gyorsabban le tudjon szaladni az a csapadék, ami megjelenett adott esetben Kövesd tekintetében. A kormány támogatást nyújtott a kövesdi bekötő út korszerűsítésére, mely az egyetlen közlekedési út a településrész megközelítésére. A nyár végére a 450 méter hosszú útszakaszon elkezdődhetnek a munkálatok.